legelső kiállításom, várjon csak, hogy ez, azt hiszem, hogy 69-ben volt. Én ugye albérletben laktam. Akkor éppen Helikon utcában laktam a Károly testvéreknél. Ott volt 7 testvér, de 3-an nem nősültek, nem, tehát azok együtt laktak. És oda kerültem hozzá, hogy 8 évig laktam ott, és mindig kérdeztem őket a város életéről, a régi kultúrájáról, minden, és ezeknek valami hihetetlen, a 7 gyerek közül 5-nek csodálatos hangja volt, csodálatos. És hogy ismerkedtem meg velük, én is szerettem énekelni, és mikor ide kerültem, beiratkoztam a városi énekkarba. És ott megismertem őket, volt kiadó szobájuk, stb. Na és akkor kérdezgettem őket, és hát mesélték, hogy régen ugye az ilyen önképző körök, meg minden volt, meg az iparosok, itt nagyon sok iparos volt, nagyon jó iparosok, volt iparos dalárda, volt színjátszókör, és ők fontos szerepet játszottak, már 3 gyönyörű alt, vagy 3 gyönyörű tenor volt, egy szoprán, meg egy alt. A szoprán, meg az alt, ugye, az a lány testvér, és a szoprán, a testvérük volt mindig a primadonna. Operettek át, meg mindent ugye énekeltek. És hát akkor én mindig kérdezgettem, és akkor kiderült, hogy az iparos dalárda, ez egy olyan komoly dalárda volt, hogy szinte minden versenyt megnyertek. És mondom, és ezért kaptak valami elismerő oklevelet, vagy van. Azt mondta Buszti bácsi, nem okleveleket, tárgyakat. És akkor hol vannak ezek a tárgyak? Mondta, hogy az iparos házba voltak kiállítva egy gyönyörű vitrínben, de háború előtt minden dalárdista elvitt egy-egy tárgyat magához, hogy így talán megőrződik, de ha egy helyen van, valaki bemegy oda, vagy ellopja, vagy összetöri, vagy mit tudom én. És akkor kérdeztem, hogy kiknél vannak, és akkor én elmentem ezekhez személyesen. És gyönyörű tárgyak voltak. És fölvetettem nekik, hogy ennek nagyon jó helye lenne a múzeumban, mert közben elvették tőlük az iparos házat, tehát nem is tudták visszarakni. És akkor mindenki nagyon megörült neki, de... És akkor láttam, hogy sokan vannak még a dalárdisták közül, persze már mind nyugdíjas volt, tehát azért lehet énekelni nyugdíjaskorban is. És akkor azt mondtam nekik, hogy hát ha ideadják a múzeumnak, akkor legyen egy bemutatott, énekeljenek. Össze tudtunk szedni még most nem tudom, 30 vagy 40 embert. És behozták előbb, tehát összegyűjtöttem azt az összes tárgyat, és akkor itt kiállítást csináltunk belőle, de előtte már restaurált, tehát rendbe hozták, megtisztított, tudja, az ezüstök megfeketettek, meg mindent megcsináltak, szépen kiállítás. És akkor itt volt a Stadinger Feri bácsinak a háza, ami itt van a múzeum mellett közvetlenül. Az első ház ezen az oldalon. Ő egy tanító volt, aki a Szendrei iskolában tanított. És akkor ő volt az utolsó karnagy a dalárdának. Tehát meg volt a karnagy. Összeszedtem azt a sok embert, és elkezdtek gyakorolni. És akkor Sági igazgató úr, mondtam nekik, hogy addig nem merek 100%-os ígéretet tenni, mert nekem van főnököm, de megengedtek, hogy itt legyen kiállítás. Mondtam, hogy ennek a fejében viszont szeretnének énekelni. Mondta, hogy rendben, megkérdezte a műsort, elmondtam neki. Igen, de ezeknek volt egy jelmondata, egy jeligéje, amit egy keszthelyi zenetanár szerzett nekik. Az volt, hogy Istent, hazát zengje dalunk, e kettőért élünk, halunk. Minden szereplésük előtt ez volt a jelmondatuk, ezt mindig elénekelték. Ugye ez volt 69-ben, Sági igazgató azt mondta, hogy nem engedi meg. Ha ezt kihagyják, akkor énekelhetnek, ha nem hagyják ki, nem. Ők meg azt mondták, ha ezt nem énekelhetik el, akkor se tárgyak, se semmi. Mit csináljak, és akkor azt gondoltam magamban, tudják mit, ne törődjenek semmivel se.
énekeljék el. Hát nem akartam elvesztelni ezeket a tárgyakat. Énekeljék el, én mindenért vállalom a felelősséget. Így is volt, és meghívták még a Szalai Albin nevű premontrei karnagyot, aki korábban, még a Stadinger Feri bácsi előtt volt az ő karnagyuk. És le is jött. Van is fénykép, itt a lépcsőn csináltak egy fényképet rólunk, és akkor elénekelték az Istent hozzád zengjen dalunká, kettőjét élünk, amikor Sági igazgató úr majdnem rosszul lett. Azonnal az ünnepség után behivatott. Azt mondta, hogy most még a múzeumnak ízél minden. Azt nem mondom meg, hogy mik hát mondott. És azt mondta neki, hogy igazgató úr, én nem akartam elveszteni ezeket a tárgyakat. Mondtam neki, én a világon minden felelősséget vállalok. Hát akkor azt mondta, jó van, ha maga vállalja, akkor vállalja. Hát azt akkor nem lett semmi se. Kutya se ugatott meg minket.